A Magyar Vöröskereszt mozgalomban a fiatalok a kezdetektől 1881-től tevékenykednek. Külön tagozatként 1921. február 9-e óta működik a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, melyhez az 1921. június 11-én megjelent kultuszminiszteri rendelet is hozzájárult. A megalakulást követően az ifjúsági Vöröskeresztnek minden 6-18 éves fiú és leány tagja lehetett. Az ifjú Vöröskeresztesek szép kezdeményezése volt az Anyák Napja megrendezése, amit először 1925-ben tartottak. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt célja, hogy a humanitárius értékek mentén igazi értékteremtő közösséget jelentsen a benne tevékenykedő fiatalok számára mindezt élménypedagógiai módszereket alkalmazva, egymás elfogadására ösztönözve, nyitott szellemben valósítja meg. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kiemelt programjai között szerepel az Országos Elsősegélynyújtó Verseny, a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat, valamint a Bázisiskola és Óvoda Program. A szervezet pénteken ünnepelte fennállásának 97. születésnapját két vendéget köszöntök a stúdióban a témához kapcsolódva, Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt szabolcs már megye igazgatója, és Dóka Alexandra, az ifjúsági tagozat tagja, és önkéntes is egyben remélem, jól mondom, de majd lesz alkalom ezt javítani. Vajon miért, hogyan alakulhatott ki az az igény, hogy legyen egy külön ifjúsági vöröskereszt a Magyar Vöröskereszten belül? Köszöntöm a nézőket, azt gondolom, hogy az mindig nagyon fontos, hogy a fiatalokat minél hamarabb elérjük, és minél hamarabb be tudjuk vonni egy olyan nagyszabású tevékenységi körben, mint amit a Vörös kereszt végez hazánkban és a világban. Nagyon fontos, hogy a, a gyerekeket minél hamarabb megszólítsuk, hogy minél hamarabb tapasztaljanak ö, olyan dolgokat, ami az egészségvédelemhez, az életvédelemhez, a humanitárius eszmékhez, a karitatív tevékenységhez, a másokon való segítéshez kapcsolódik ahogy megyünk előre az időbe, én azt látom, hogy egy, egyfelől könnyebb dolgunk is van, és nehezebb is, hiszen ma, amikor nagyon sokféle inger a fiatalokat, és nagyon sok felé tudnak különböző feladatokat vállalni, akkor nagyon nehéz megtartani őket egy-egy szervezetnél, olyan programokat és olyan fajta tevékenységeket kínálni nekik, ami megfelelően inspiráló, megfelelően figyelemfelkeltő, megfelelően érdekes és izgalmas számukra, de én azt gondolom, hogy a Vörös kereszten belül nagyon sok olyan feladat van, amihez tudnak kapcsolódni, és nagyon hasznos dolgokat tudnak végezni, úgyhogy közben ez élvezetes is számukra. A Vörös kereszt tevékenysége és szellemisége mennyiben tudja támogatni a fiataloknak az életkezdését? Azt gondolom, hogy teljes mértékben. Tehát akkor, amikor például a a bázisiskolai programunkon keresztül a gyerekek nagyon hamar megismerkednek az általunk képviselt dolgokkal, és gyakorlatilag felmenő rendszerben tudnak kapcsolódni a vöröskeresztes mozgalomhoz, az általunk képviselt eszmékhez. Akkor, amikor boldogulniuk kell az életben, akkor nagyon sokféle készséget megtanulnak ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Például segítheti őket akár a pályaválasztásban is, hiszen nem egyszer fordult már elő, hogy az önkéntes első segényújtóink, akik kicsikoruktól kezdve versenyeztek, és ugye ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát különböző életkori kategóriában szervezzük meg, hogy akkor utána már a hivatásukat is ilyen körben szerezték, tehát nem egy diplomás ápoló vagy mentőtiszt kerül ki közülük, mint például Alexandra is, aki szintén valószínűnek tartom, hogy ő is valamikor már egészen kicsikorában korában elkezdte ezt a vörös keresztes tevékenységet, elkezdett kapcsolódni, és tulajdonképpen a hivatását találta meg abban, amit a vörös keresztben csinálhatott. Hát akkor adódik a kérdés. Szandi, mi az, ami téged a Vörös Kereszt felé irányított? Én az első segényújtással kezdtem még hatodikos koromban, és igen, megalapozta a jövőmet az, hogy ezzel elkezdtem foglalkozni, hiszen folyamatosan, mivel mondtál Dina is, hogy felmenő rendszerben vannak ezek a versenyek, én elindultam abban a kategóriában, majd később, és most is szeretnék elindulni. És ez befolyásolta a pályaválasztásodat? Igen, nagyban elősegítette azt, hogy mivel láttam, hogy ez az érdeklődik sikör engem megfogott, ezért a később évben ezt szem előtt tudtam tartani. Te tag is vagy a vörös keresztben, vagy önkéntesként dolgozol? Önkéntesként dolgozom a vörös keresztnél. Mi a különbség a tag és az önkéntes között? Ugye a tag az egy nagyon népes számot Akar. Ugye tagja lehet a vörös az, aki az elveit elfogadja, az szerint éli az életét, és hát mint egy egyesületben tagdíjat fizet. Ez azt jelenti, hogy valamilyen alapszervezethez fog tartozni, vagy egy ifjúsági alapszervezethez, vagy egy települési, vagy egy munkahelyi alapszervezethez. Tulajdonképpen egy szavazati, döntéshelyzeti jogot jelent ilyen szempontból, viszont a Vörös Kereszt egy nagyon népes önkéntes háttérrel rendelkezik, és ezek az önkéntesek nem feltétlenül tagjai a Vörös Keresztnek, tehát a két csoportnak, tehát mint egy két halmaz, úgy tudnám ezt talán szemléletesen leírni, és ennek van egy nagyon erős metszete, mert azért általában az, aki tagja lesz a Vöröskeresznek, az vállal is benne önkéntes munkát. De van, aki nem szeretne elköteleződni semmilyen egyesületben, ők viszont csak úgymond, csak önkéntesként, és ezt a csak szót ezt nagyon idézőjelbe tenném, hiszen számunkra az a nagyon fontos, hogy akkor, amikor bármit szervezünk, bármiféle, nagyobb humán erőforrás kapacitást jelentő programunk van, akkor legyen megfelelő számú önkéntes, aki támogatja a tevékenységünket, hogy például egy-egy programot sikeresen meg tudjunk valósítani, akárha egy elsősegényújtó versenyről, vagy akár egy elsősegényújtó bemutatóról van szó, mint amit pénteken is láthattak a járókelők a Kossuth téren, amikor egy baleseti szimuláció segítségével hívták fel a figyelmet a, az ittas vezetés veszélyeire a fiatalok, hiszen akkor a partner szervezetektől érkező segítők munkaidőn túl az önkéntes idejükből szántak ránk igen, sokat, hiszen azért egy ilyen bemutatónak mindig van egy előkészítő része, amikor már foglalkozunk ezzel a dologgal, egy picit be is kell gyakorolni azt a mentési gyakorlatot, hogy hogyan fog ez lezajlódni. Ez is egy nagyon fontos része például a mi tevékenységünknek, egy nagyon speciális része, hogy például képzett imitátoraink vannak, akik egy ilyen baleseti szimulációban teljesen élethűen játszák el a sérülteket, és teljesen élethűen mutatják be azt a laikusoknak, hogy mi történik például egy autóbaleset során, milyen az, amikor valaki például pánikba kerül, vagy elmenekül a helyszínről, vagy azt se tudja, hogy éppen mi történt vele, vagy sokkos állapotban van, hogy ezeket az embereket hogyan kell ilyenkor kezelni, hogyan kell ellátni az imitátorok egyrészt ezt bemutatják, másrészt az imitátoraink általában nagyon képzett laikus elsősegényújtók, hogy a szandi esete az már más, mert ő már a professionalizálódás felé Baktat az egyetemen, de vannak laikus segítőink, ami azt jelenti, hogy ők nagyon magasan képzett elsősegélynyújtók. Tehát, hogyha bárhol bármilyen baleset történik, én mindig azt szoktam kívánni, hogy nyilván senkivel ne történjen semmiféle baleset, de ha megtörténik, akkor fohászkodjon, hogy legyen a helyszínen egy laikus segítő, aki pontosan fogja tudni, azt, hogy kinek mit kell ilyenkor csinálni, mikor kell a mentőt hívni, vagy például hogyan kell megfelelően egy melkas kompressziót alkalmazni, hogyha arról van szó. Szandi, te hogyan kapcsolódsz a Vörös Kereszt munkájához? Mi az, amit szívesen bevállalsz, vagy mi az, ami már professzionális munkát tudsz végezni? Hát adódik itt ugye az elsősegényújtás témája, de benne van a katasztrófa védelemnél is, tehát hogy a katasztrófa helyzeteknél is szoktunk jelen lenni, segítjük a szerveket, ugye itt az imitálással kapcsolatban is. Talán ez a két téma, mm -hmm. vagy három téma az, ami nagyon közel áll a szívemhez, meg minden más, ami az elsősegélynyújtáshoz kapcsolódik, tehát ilyen a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat, Ezeken aktívan részt szoktam venni, és nagyon jó. Hogy látod a saját korosztályodat? Mennyire fogékonyak erre a fajta közösségi munkára, vagy erre a szebb életre? Hogyan lehet ebbe bevonni, akár önkéntesként is a Vöröskereszthez a fiatalokat? Vagy mennyire fogékonyak erre a fajta? Gondolkodásmódra. Nyilván mindenkinek megvan a saját érdeklődési köre. Ezen belül, hogyha ügyesek vagyunk és jó érvekkel tudunk eléjük állni, akkor nyilván egyszerű őket megfogni. Tehát figyelni kell és törekedni kell arra, hogy érdekelje őket az a program, amit mi szeretnénk megtervezni és véghez is vinni. Mi az, amit megtaláltál ebben a szervezetben a magad számára? Talán egy kicsit megtaláltam magamat is benne, hiszen itt önállóságra tanítanak minket jó részt. felelősségvállalás. A felelősségre, igen. Illetve, hogy hogyan tudunk bizonyos akadályokat átugrani, és, és ezek nagyon jól tudnak jönni a későbbiekben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó végszó. Szóval köszönöm, hogy befáradtak ma Köszönjük hozzám a, most, a és éget. további sikeres munkát kívánok. Köszönjük.